Éppen az áldását adja Keresztes Andor plébános a Vajdaságból már lassan hazafelé tartó motorkerékpárosok közösségének. Szerbiából, Temerin városából érkeztek a zarándok motorosok Mária Gyüdre. Kókai Péter 2018 óta tagja a közösségnek. Vallásos hite és a motorozás iránti szeretet, no meg a közösség az, ami a csapatban tartja. Most adódott egy ilyen lehetőség, egy ilyen alkalom, hogy a csapat ellátogasson arra a mi vidékeinkre, ugye, amik ugye annak idején a Nagy-Magyarország részét képezték, és akkor így lehetőségem volt bemutatni a csapatnak azokat a dolgokat, ugye, amik ott magyar kéz épített, stb. A motorkerékpálosok közössége az egész Kárpát-medencéből származik. Ezen a motoros zarándoklaton vannak itt felvidéki, délvidéki, erdélyi barátok is. Évente többször összejönnek és közös zarándoklatokat szerveznek, mondta Ostorházi László, a zarándoklat szervezője. A levelező listánkon több mint 200 név van, és egy-egy túrára olyan 20, 30, 50, attól függ, mondjuk, ha Rómába megyünk zarándokolni, akkor egy kicsit többen vagyunk, hogyha valamilyen, mondjuk a svájci hágókat hágjuk meg, akkor oda csak maximum 5-6 motor megy el, de nem azért, mert nem akar több menni, hanem azok olyan nehéz utak, hogy ott limitálni kell a létszámot. De mindig van jelentkező. Eredetileg még Tolnai Gábor szervezte a zarándoklatokat, mivel már 82 éves, ezért a stafétabotot átadta Ostorházi Lászlónak. Nagy motorját egy kisebbre cserélte, így idős korára is motorozhat biztonságosan. Ezen a hosszú túrán azonban már nem vett részt. Röviden, nem voltunk a túrán, de lélekben ott vettünk részt, ahol lehetett a program ismeretében, és ez a továbbiak folyamán is így lesz, mert ezt nem lehet elfelejteni, ezt a 10 évet, meg azokat az embereket sem, akikkel azóta sűrve, főbe, szívvel, lélekkel támogattuk, szerettük egymást, és együtt motoroztuk, együtt éltünk olyankor szoros kapcsolatban. Ők nem motoros klub, hanem szeretett közösség, mondta Zsabokorszki Zsolt, aki a motorkerékpálosok közösségében a titkári feladatokat látja el. A kezdetektől a közösség tagja. Az én motoromban 150 ezer van benne. És ezt velük tettem meg, mínusz 7000, annyi volt, amikor vettem. Tehát sokat megyünk, nagy a távolságok, Csíksomlyó is, ugye, Csenztóhova, ami állandó programunk, meg párosok nyomába bejártuk Közép-Európát. Felvidék, Délvidék, Asztria, Erdély, ezt az atyák kíséretében és vezetésében bejártuk az összeset. És amikor megyünk egy ilyen zarándoklatra, az egész éves program Mária kegyhelyek látogatására van fölfűzve. Innen már Budapestre, a kiinduló helyükre motoroznak vissza. A motoros zarándoklat a pálos rendi szerzetes Boton testvértől ered. A szerzetes mindig szeretett motorozni, maga köré gyűjtötte a hasonló sportágat kedvelő és lelkiségben is egyező embereket.